Köszöntöm nézőinket! Híreink elején lássunk néhány baranyai labdarúgó eredményt. Berement Szentgotthárd 5-1, Boglárlen Lepé VSK Pécs 96 FC 0-1 és PMFC Videoton 0-2. Ez utóbbi mérkőzés sajnos nem ért véget a bírói síp, szóval utána a szurkolók tömegverekedés formájában folytatták, az ügyben rendőrségi vizsgálat indult. Abszolút pécsi sikerrel zárult a kosárlabdázók Göcsej kupája. A hölgyek küzdelmét a Mizó PVSK, a fiúk versengését pedig a Matáv Pécs nyerte. A hétvégén befejeződött a 14 év alatti versenyzők korosztályos tenisz bajnoksága, az ETA kupa. A lányoknál a horvát Zibár, míg a fiúknál a magyar Balázs nyert. Párosban a hazaiak közül a Borsányi Mester Bea duó érte le a legjobb eredményt, a nehéz mezőnyt felvonultató küzdelemben bronzérmet szereztek. Egyre gyakoribb a jó szokás, hogy azonos szakmabeliek különböző sportrendezvényeken mérik össze erejüket. Nemrég a Vasutasok sportnapjáról számolhattunk be, a vasút után pedig stílszerűen közútra váltottunk. Sok éve elfelejtett hagyományt elevenített fel a Pécsi Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság, amikor ismét megrendezte az országos közutas kispályás labdarúgó bajnokságot. Egy 12 éve abba hagyott versenyrendszert próbáltunk felújítani, úgy tűnik sikerrel. 71 mérkőzésen vagyunk túl, illetve most tart jelen pillanatban 71. a döntő. 19 csapat részvételével minden megye képviselteti magát, az M3-as, M1-es és az autópályák képviselői is itt vannak. Mindig szerettek a közutasok is sportolni, és végre sikerült egy olyan háttért szerezni, hogy meg lehessen rendezni, és partner volt gyakorlatilag mindegyik 19 megye vezetője, mert azért pénzbe került. Feri, milyen színvonalak a mérkőzések? Mert látom, hogy a játékvezetés az jó, hiszen Ábrám Attila vezeti a mérkőzések egy részét legalábbis. Nagy szórás van, mert vannak volt igazolt játékosok, például Békés megyéből egy ifi csapatnak tűnő együttes van, akik biztos, hogy a Békés megyébe valamilyen szinten labdarúg, mert tudatosan játszanak, és több volt, aki a Szombathelyen a vasutasba játszott, tehát volt M1-es játékosok, meg nyilván vannak amatőr szintű játékosok is. Tehát gyakorlatilag itt mindenkit meg lehetett találni ebbe az elmúlt három napban. Van valami igazolási kritérium, tehát hogy hol kell dolgoznia ahhoz, hogy ebben a csapatban vagy ebben a tornában részt vegyen? Van. Ez a kritérium, tehát teljesen mindegy, hogy igazolt, mert itt akár a profi ligában igazolt játékos is. A lényeg az, hogy a állami közútkezelő társaságoknál dolgozó, vagy a közlekedés hírközlési vízügyi minisztérium közúti főosztályán. A színvonalassal lebonyolított rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Szili Katalin, a magyar parlament alelnöke, valamint dr. Toller László Pécsváros polgármestere is. Túl azon, hogy itt focizni jöttek össze a közút területén dolgozó szakemberek, alapvetően az is fontos, hogy egy szakma képviselői találkoznak, és én nagyon jónak tartom ezt a pécsi kezdeményezést, hiszen egy pécsi ötlet volt az, hogy a közútban dolgozó autópálya központoknak, illetőleg közúti igazgatóságoknak valamennyi munkatársa egy-egy csapattal nevezzen be. És reményeim szerint ez hagyományteremtő is, hiszen ezek az alkalmak nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy két meccs között beszélgetésre nyíljon lehetőség úgy a szakmáról, mint egyáltalán arról, hogy mit gondolnak ma erről az ágazatról, és hogyan látják ennek az ágazatnak a jövőjét, és egy picit össze is tudnak tartani ezekben a kérdésekben. Természetesen van még egy jó apropója, hiszen akik nem pécsiek és baranyaiak, azoknak jó lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjék ezt a megyét, illetve a megyének a kincseit, a kincses baranyát. Hatalmas öröm számomra, hogy egyre több ilyen rendezvény van ebben a városban, és az elmúlt 8 hónap mérlegét, ha megvonjuk, az a több mint 200 hazai és nemzetközi rendezvény, ami itt történt, ez soha nem volt jelenség. Tehát valamiért figyelnek a városra, gondolom egyre vonzóbb, egyre szebb, egyre tisztább, és gondolom azt is, hogy az egyetem és a nagy cégek jelenléte azért rangot is ad a városunknak, és nagyon örülök, hogy ennek a közlekedési ágazat is reprezentánsa lett ezzel az egész országot befogó bajnoksággal. Az országos közutas kispályás labdarúgó bajnokságot Miskolc csapata nyerte, miután 4-0 arányban nyert a döntőben Békés Csaba ellen. A harmadik helyen Salgó Tarján végzett. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a következő közutas kispályás labdarúgó torna országos döntője Tatán lesz 2000-ben.
Az időjárással a hétvégén minden esetre nagy szerencséjük volt, ha most akarnák megrendezni, valószínűleg a labdarúgást vízilabdára kellett volna változtatni. Na de persze vannak, akiket az időjárás nem feltétlenül tart vissza a labdarúgó pályától, így a hétfői napon is megtartották a kispályás labdarúgó mérkőzéseket. A részleteket egyébként majd a keddesti sporthíradóban, a kispályás labdarúgó híradóban láthatják. És ha már az ajánlatoknál tartunk, csütörtökön ismét lesz sportfórum. A téma ezúttal a PMFC NB1-es labdarúgó csapata lesz. Mint ahogy azt már önök megszokhatták, meghívott vendégeinket, dr. Toller Lászlót, az egyesület elnökét, Pázmándi Zsoltot, a PMFC Kft. Ügyvezető igazgatóját, valamint Szapor Gábor edzőt, önök is kérdezhetik majd telefonjuk segítségével. Én már megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!